Deberekés Zsidó vagyok, és hát tudom, hogy most is volt egy igencsak óriási kihagyás, de ez, hát erre is van egy jó magyarázatom, méghozzá az, hogy elkezdődtek a My Cinema-nak a készítései, továbbá a My Show-kra is járok, ugyanis most van My Show külön kiadás, Győrben, Szegeden, meg Miskolcon. A győri megvolt, viszont nem volt időm készíteni úgy videókat, és a My Cinema-nak a szinkron felvételeit is el kellett kezdeni, ami már a 6-os lesz, december 2-3, de ez még nem igazán publikus. Úgyhogy ja, most összejöttek a dolgok így októberre, de próbálok minden tőlem tehetőt megtenni, hogy lássátok, hogy azért nem felejtettem el a videókészítés sem, ugyanis nagyon szeretem csinálni, főleg, hogyha párkörpályákról van szó. Ugyanis most egy párkörpályába vágunk bele, a World of Color nevű szuper jó párkörpályába. És hát ilyen hirtelen még párkörpályát nem kezdtem el, az is biztos. És hoppá. Na hát ez szép volt. Szóval ennek a pályának igazából csak egy natúr párkör lesz, szóval hogyha annyira nem érdekel téged a párkör, akkor légy szíves, hogy nem kell megnézni, nem kell feltétlenül megnézni. Viszont, ahogy nézem, difficulty 0. Remélem legalábbis, hogy ebbe kell játszani, mert oké, okay, jó. És már elvileg ez már itt a vége. Jó, egy kicsit csalok, ugyanis a level 1-et már megcsináltam előre, de hát jobb félni, mint megijedni, hogyha esetleg béna lenne a pálya, akkor ne a videó közben derüljön ki. Bár erre is volt már példa, nem is egyszer, hogy elkezdtünk egy párkörpályát, vagy hát nem is párkörpályát, hanem tök mindegy milyen pályát, azt hittem, hogy a piros az csinál valamit. Elkezdtünk egy pályát, játszottunk vele, és akkor így egyszer csak így rájöttünk, hogy hát ez a pálya amúgy nagyon rossz, és akkor inkább mit szólnátok, hogyha keresnénk egy másikat, és ezt meghagynánk a fenébe. Ez általában akkor szokott lenni, amikor valamilyen speciális vendéget hívok a videókba, és aj, de nagyon éreztem, hogy ezt nem fogom tudni megugrani, bakker. Jó, na, tehát hogy slime-ként viselkednek, és amúgy hashtag kijött a ajjajjajjajjajj. Na például erről beszélek, hogy meglepett, hogy az ágyról visszapattantam. Meg ugyan emlékeztem rá, de elfelejtettem, hogy őszinte légyek veletek. Oké, okay. hopp. Oké, okay. Amúgy Cebikével nem sokára lesz egy közös videónk, ugyanis hogyha emlékeztek a Parker Spirál nevű fantasztikus pályára, igen, akkor level 3, akkor annak tudhatjátok, hogy kijött a folytatás, ugye nem kell feltétlenül tudni, csak hogy tudjatok róla, hogy kijött a folytatása, és abba meghívtam Cebalient, de még nem vettük föl, úgyhogy hát az a helyzet, hogy nekem most volt időm videózni, neki pedig nem tudom, hogy mikor lesz, úgyhogy az a videó nem ez a videó. Hogyha értitek, hogy mire gondolok. Aztán lehet, hogy megcsináljuk egyedül mind a ketten, aztán kész. Na, meg is érkeztem. Nézd meg a tükröt, vagy mi az üveget. Egyszerűen tirpák. Hát tirpák, hogy csak így lelök magáról, de miért? Oké, okay, ez most egy húzamba megy. Oké, okay, jó van. Tirpák üveg! Na te tirpák, most leálltam előtte. Direkt leálltam előtte. Hogy mondom, most már biztosan megálljak a lábamon. És oda kell ugrani, ugye? És itt volt, ami huncutul működött. Igen. Oké, okay. Gondolom erre. Ja, hát azért viszonylag egyértelmű a map. Hát jó, gondolom nem így gondolták, de én oda visszaugrottam. Ide, és akkor innen kéne odaugrani? És sikerült, el se hiszem. Hát azért beleremegtem most rendesen, hogy nem fog összejönni. És azt hittem hirtelen, hogy ez a vége, de nem, mert a vége az... Te tirpa! Elérkeztünk megint a tirpákhoz, és akkor most is... Level 3 completed, jön a level 4, és valamiért sejtettem, hogy ez ilyen... hogy is mondjam, slime-os dolog lesz. Ugyanis a zöld, az mint olyan, mint a slime is. Innen kéne... Ide ugran, azt a derosz, hát nem is látom a, hát nem is látom a blokkot. Hát ez így nagyon rossz lesz, hogyha így kell megugrani. Na hát, inkább ebbe az a legidegesítőbb, hogy vissza kell sétálni minden egyes alkalommal. Itt biztos már itt használni kell, nem? Aha, de biztos. Oké, okay, mindegy.
És most kéne kitalálni, hogy igazából merre kell tovább menni, tehát oda arra létezne az? Aha, ez jó volt, mehetünk. Az sikerült, és fú, de rossz a mindenit, nem látom a zöldet magam alatt. A zöldet magam alatt? Ha gondolkozzak egy parányit? Ahogy gondolom, oda kéne tovább ugrani, és ez nem jött össze! Hogy lehet az, hogy azok összejöttek, ez meg nem? Na nézzük. Aha, na így most már igen. Így most már igen, csak bele kellett adjonom apait meg anyait! Nem akarom fölidegelni magamat! Nem. Tudja, hogy fölfogom, figyeld. Hoppá! Oké, aha. Innen oda esélytelen, igaz? Nem, viszont innen ide. Aha, na én már mindjárt szaftosabb ez a pattogás. Hopp, és kész! Level 4, complete hit, level 5. És nem tudom hány level van, de ezek már itten, már most szúrnak. Már most szúrják a talpamat. És igen, ahogy gondoltam, le is estem. Ott az miért van ott az a blokk, az olyan? Aha, kihagytelek! Gonosz voltam, vagy nem is gonosz voltam, inkább csak jól játszottam. Oké. Kaktuszokon nem szabad sokáig időzni, mert le fogunk esni róluk. Ha sokáig időzünk, igen. Így mert pont akkor kell ugrani, amikor harapni akarnak. Oké, és jó. Hát ez jó. És most az utolsó előtti ugrást, utolsó ugrás, ennyi. Hát ez a level 5, ez finoman szóval amúgy 9 pálya van, 10 van. Oké, és egy bónusz. Ez a pálya, ez nem volt finoman összolva is olyan hüde nagyon nehéz. A level 5, de majd ez majd bebizonyítja, hogy azért nem olyan fán növesztették a pálya készítőt. Nem most jött le a falvédőről, ki korán kell, aranyat is lelhet akár. Ezt a mondást amúgy egy olyan hülyeségnek találtam, mert nem az lel aranyat, aki korán kell, hanem aki ügyes. Érted? Tehát jó. A lényeg az, hogy nem a legaljára esek, és én úgy érzem, hogy ez nekem fél siker ilyenkor, hogy nem a legaljára dob. Viszont itt ez, aha, itt a láthatatlan blokk miatt egy kicsit... Az üveg már megint! Oké. Remélem jól ugrottam, bár lehet, hogy erre is könnyebb lett volna ugrani, elvileg ez az utolsó, és igen! Hát ez a level 6 se volt egy nagy eresztés, hogy őszinte legyek, de én azt mondom, hogy inkább ilyen jó kis relaxációs parkőrök legyenek ezek, mintsem rage parkőrök. De amúgy érdekes, mert a rage parkőrök szoktak lenni a viccesebbek. Amúgy, mert azok a rage-elni nagyon rossz. Főleg mikor jön egy ugrás, és egyszerűen nem bírom megugrani. És egyszerűen annyira frusztrál, de lelkileg belül frusztrál. Nagyon rossz tud az lenni. De ez biztos tudjátok. Az ott gyanús. Oda nem fogok tudni ugrani. És igen. Ez hogy van itt? Mi? Ez hogy tette ide? Lel. Hát ilyet még nem is láttam. De furi. Elvileg erre? Remélem most... Nee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 e
Level 8 completed! Level 8 completed! Jaj, jó vagyok! Oké. Fasza lesz így, legénykéim. Ez így nagyon fasza, el sem tudtam indulni. Na, benyomták! Benyomták a kedvencemet, a létrázást. Ugye, ez imádnivaló. Imádom. Megsimogatnám, ha igazi. De az is, hát veszek egyet, hogy csipolossam. Szeret engem séni sült. Ez hogy? Oké, akkor... Bakker! Annyira éreztem! Annyira, hogy az nem igaz. Ugye nem estem le? Nem, jó van. Fú, mász hittem egy pillanatra. Rosszul is lettem menten nyomban. Most mondjuk! Körbe szeretnék azért nézni, hogy... nincs-e itt más út, amin... el lehetett-e ott indulni? Mert az alján olyan volt, mintha lennének ott még olyan blokkok, amiken lehetett volna menni.
Na, a kedvencük a pályakészítőiknek, ugye? Ez amikor így kell ugrálni blokkról blokkra. Elemről elemre, platformról platformra. Oké. Okay. Oh! Oh, ez volt a vége a level 8-nak! Level 8, level 9-et! Közeledünk a végéhez, emberek! Közeledünk, közeledünk! Hajaj, de nagyon! Úgy tök jó a színösszeállítása, az a fehér tökre megy ez a kék színhez. Jaj! Ennyien no. Hát ennyien no. Úgy ott a pályának a közepe felé, ugye a level 5-től, úgy elkezdett ott hát könnyebb lenni, vagy hogy mondjam, aztán most mint hogyha megint egy kicsit vissza nehezedne, és ezekre épp hogy fel tudtam ugrani. Létezik az, hogy oda? Aha. Hát jó. Hát végül is oké. Okay. Ez nagyon messze volt. Jaj! Szerencsére megint összejött. Oké. Okay. Te vagy megint? Ezt miért nem megy? Miért nem jön össze már? Most még nem ugrom, ezt nem hiszem el. Ez ilyen nincsen komolyan. Ilyen nincs. Hát tökön szúrom magamat. Lehet, hogy ilyen momentum blokkról kéne. Ez mi volt? Kezdem magamat egy picit parányit fölidegesíteni ezen. Eldöntöttem, hogy én ide már többet nem reppenek vissza, hanem inkább gémmódozni fogok. Szóval ezt nézzétek el nekem. Erre összejön. Hát ezt nem hiszem el. Hát ezt komolyan mondom, rosszul leszek. Hát, bakker! De hogy? Ez hogy lehetséges? Hogy? A game mód adott nekem erőt és mindent lebíró akaratot? Vagy mi? Tehát, amint benyomta, ne, game mód addig nem, izével meg rögtön, igen, hoppá, hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá, hát ez... Ho, 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 ezek ilyen ismeretlen párkörök amúgy számomra, tehát én az ilyenekhez nem vagyok hozzászokva, kérem. Á, itt már easybe. Ez persze! Végre! Végre! Remélem nem lesz több ilyen, dehogy nem. Oké. Okay. Hülyén néz ki, hogy a víz csak így itt van, itt levege. Oké. Okay. Víz kellett tanulni, bocsánat. Na. Ugye ehhez a pályához tökre jól megy a zsédavos egérpadom. Látjátok? Tökre ugyanolyan a színe, bár nem tudom, hogy a green screen mennyire takarta ki, vagy sem. Na, folytassuk a pattogást, hogyha már ezt a kis promotiont itt letoltam. Amúgy zsédavos tervékek a leírásban, haha! Jó, és akkor... level 10! Már csak a bónusz van hátra, a bónusz! Bónusz! Bónusz? Hát jó. Akkor kiátszuk a bónuszt is. Kiátszuk nagyba. Vagy ez volt az első? Létezik az, hogy ez volt? Nem ez volt az első. Vagy csak nagyon hasonló volt az első, nem? Vagy mindegy. Mindegy, hát hogyha végül is kiátszok kétszer ugyanazt a pályát, akkor legfeljebb ezt kivágom, de én nem emlékszem erre. És eléggé bónusz feelingje van. Na, itt szoktam elrontani? Igen, itt. De most! Most természetesen nem rontottam el. És a spirálos dolognak is vége szakadt. Oké, okay, és az utolsó... Ha, ezt nem látom. Oké, okay, na most van kész a bónusz is. És akkor ez még Kick for YouTube link. Na ott van, hogyha érdekel benneteket. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha szeretnétek még látni ilyen szubiká párkör pályákat, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírást, és ott van a ilyen menő zsédavos, de most cuccokat tudtok beszerezni magatoknak. Továbbá a pálya letöltési linkje is megtalálható. Én zsédav voltam, csákány!